4 perc. Néha csak ennyi múlik egy ember élete, ugyanis ennyi idő szükséges ahhoz, hogy miután leállt a szív, az agysejtek az oxigén hiány miatt pusztulni kezdjenek. A hirtelen szívleállás évente Magyarországon közel 25 ezer ember halálához vezet. Ezért a szakemberek nem győzik eléggé hangsúlyozni, mennyire fontos az újraélesztés képességének elsajátítása. Gyógyszerészként nem csak az a feladatunk, hogy betegségeket gyógyítsunk, hanem a betegség megelőzés is a munkánknak a része. Mi itt a 100 éves patikában sok energiát és időt fordítunk arra, hogy egészség megtartó programokat szervezzünk. Ilyen program a Te vagy a hős is. Ezt 2 egészségügyi szakember találta ki, és a Teva gyógyszergyár karolta fel azzal a céllal, hogy a lakosság számára minél szélesebb körben elérhető legyen. Maga a program az egy laikusok által is könnyen megtanulható, néhány lépésből álló újraélesztési technika. Ez 5 lépésből áll. Az első a beteg reakció képességének felmérése. Ha nem reagál semmire, eszméletlen. Ezután a fejet hátra kell hajtani. Ha így nem hallható és látható a légzés, azonnal hívni kell a mentőket. Amíg a szakemberek kiérkeznek, meg kell kezdeni az újraélesztést. Ezt azonban a legtöbben nem merik elkezdeni. Talán ennek az egész programnak ez a legnagyobb üzenete, hogy érdemes erre rászállni egyszer egy negyed órát, fél órát, mert körülbelül ennyi idő alatt elsajátítható, és hogyha valaki ennek a tudásnak a birtokába van, akkor egy krízis helyzetben képes lesz arra, hogy cselekedjen, megmentsen egy ismeretlen vagy akár egy családtagnak az életét. Még ugye másik esetben, ami inkább jellemző, az ember egy ilyen krízis helyzetben megijed, és cselekvésképtelenné válik. A Te vagy a hős program keretében rövid időn belül bárki elsajátíthatja a folyamat helyes elvégzését egy labda segítségével. A program ingyenes január 25-én pénteken 14 órától a Halczertéri 100 éves patikában.